Nem az izgalomtól pirultak ki a Momentum vezető politikusai, a rendezvényterem lila fényei tréfálták meg kameránkat. A párt ma ismertette európai parlamenti választási programját. Modern kórházakra, iskolákra költenék az uniós pénzeket, és több támogatást adnának az induló vállalkozásoknak. Elég volt a térkövekből, elég volt a kommunikációs kampányokból, elég volt a kalandparkokból. És különösen elég volt a stadionokból és a fideszes luxusjachtokból. Aki a Momentumra szavaz, arra szavaz, hogy az EU-s pénzeket kórházra, iskolára és munkahelyre fordítsuk. Információink szerint a párt két mandátumra számít a Magyarországnak járó 21-ből. Hogy ez sikerül-e, az május 26-án derül ki. Áder János köztársasági elnök tegnap ekkorra tűzte ki a választás időpontját. A végleges eredményt csak aznap este 11 óra után ismertetik, Olaszországban ugyanis eddig tart a voksolás. Pedig az eredmény viszonylag hamar meglehetne, ugyanis csak egy szavazólap lesz, amelyen egy párt neve mellé lehet x-elni. Az, hogy pontosan mely pártok szerepelnek majd a szavazólapon, április végén derül. Ki. A kampány egy hónap múlva április 6-án indul. A pártok 6-ától 23-áig gyűjthetik az ajánlásokat. Addig, amíg az országgyűlési képviselőválasztáson 500 ajánlást kellett összegyűjteni egy egyéni jelöltnek itt a pártoknak, ennél jóval többet 20 000. Érvényes aláírásra van szükség. A pártok mindegyiket történelmi jelentőségűnek nevezi a mostani európai parlamenti választást. Hogy miért ennyire fontos, és ők mit képviselnének, abban vannak különbségek. A választás tétje az, hogy Európa az bevándorló kontinensé válik, vagy megmarad keresztény Európán. Egy gyűlöletmentes, együttműködő Európa, amely az európai polgárok mellett a magyar polgárok, a magyar emberek jólétét is szolgálja. A demokratikus koalíció az Európai Egyesült Államok történelmi távlatban való megalapítását képviseli. A jövő Európája csak zöldként képzelhető el. Demokrácia és szabadság, vagy pedig diktatúra és nyomor. A listákat már a legtöbb párt bejelentette, a nagyobbak közül egyedül a Jobbik adós még ezzel. Hogy ők mikor jelentik be jelöltjeiket, még nem tudni.